Folytatjuk tehát a YouTube-on a Szertárt, második vendégünk, Hanusz Egon, a Csurgói KK játékosa, irányítója és válogatott kézilabdázó. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kezdjük is talán a válogatott szerepléssel. Elég sok minden történt vele, itt a beszélgetés előtt említettük, hogy nem lesz egyszerű ezt összefoglalni egy kb. 10-15 perces adásban. De menjünk vissza talán a válogatott behívóra. Ugye volt egy Eurocup neve, jól emlékszem, ennek a félig-meddig barátságos jellegű tornának, ahol kimagaslóan szerepeltél, utána számítottál-e a VB részvételre? Én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Ugye úgy hívtak be, hogy sok játékos a koronavírus miatt nem tudott szerepelni ezen az összetartáson. Így kaptam lehetőséget, ennek nagyon örültem, és mindenáron az volt bennem, hogy ezzel próbáljak élni. Ez úgy gondolom, hogy sikerült is. Két jó meccset sikerült játszanom. Utána számítottam a behívóra persze, de úgy voltam vele, hogyha most ez nem sikerül, akkor sem leszek elkeseredve, hiszen nagyon jó irányítók vannak velem vagy előttem, és hogyha ez most nem sikerül, akkor ugyanúgy dolgozok tovább, és majd a következő világversenyre talán odaérhetek. De aztán jött a meghívó, és tényleg nagyon boldog voltam, hogy részese lehetek ennek a válogatottnak. Egy nagyon jó társaság alakult ki, és hatalmas élmény volt számomra ez egyiptomi túra. Még egy kicsit a meghívóról, ezt egyébként hogy kell elképzelni? Tehát felhív a szövetségi kapitány, vagy a klubot keresik meg, vagy hogy működik ez? Ez úgy működik, hogy először a klubnak küldenek egy e-mailt, hogy szeretnék, hogy elküldik a kikérőt, elküldik a programot, hogy hogy lesz, mikor lesz, és milyen időtartamba. Aztán elküldik nekem is ezt ugyanúgy e-mailbe, és így történik az egész. Azért is kérdeztem ezt, mert még a két ráhangoló mérkőzés után Gulyás István szövetségi kapitány nagyon jó véleménnyel volt rólad. Ez hogy esett? Ez nagyon jó esett, tényleg nagyon boldog voltam, hogy így nyilatkozott rólam, és ezt is akartam elérni, hogy kicsit azért észrevegyenek játékosokat, akár Csurgóról is, hiszen egy kisvárosról beszélünk, és azért úgy gondolom, hogy innen Csurgóról nehezebb szem előtt lenni, mint egy nagyobb csapatból. De hát úgy tűnik ez neked sikerült, sőt kiemelkedően sikerült. A tornáról ugye nem titok, hogy jó kapcsolatot ápol a két tévé, úgyhogy én ott voltam a Csurgói beszélgetéseden, ahol szóba került az is, hogy bizony elég negatív hangok jöttek az egyiptomi szervezéssel kapcsolatban, de érdekes volt, hogy ti erre félig meddig talán rácáfoltatok. Igen, ez úgy gondolom, hogy ez a stábnak köszönhető, a válogatott stábjának köszönhető, hiszen amikor nekiálltunk közösen edzeni erre az egyiptomi világbajnokságra, az első dolog, ami volt, hogy készüljünk fel arra, hogy mindenki panaszkodni fog, nem olyanok lesznek a körülmények, nem olyan lesz az étel, de nekünk viszont csak azzal kell foglalkoznunk, hogy elérjük a célunkat. És úgy gondolom, hogy ez így ment végig, ez a úgymond egy hónap, mert már korábban elkezdtük a felkészülést. Ez egy hónap tényleg úgy ment végig, hogy koncentráltunk arra, ami a mi feladatunk. Mérkőzésekről egy pár szót. Te melyiket érzed a leginkább kimagaslónak, a csapat szereplését, illetve a saját teljesítményedet fókuszálva? A csapat szempontjából úgy gondolom, hogy volt a csoportkörben egy németek elleni párharc, ami kimagaslóan sikerült, ott sikerült nyernünk egy góllal az utolsó másodpercekben, úgy gondolom, hogy ez hatalmas önbizalmat adott a csapatnak. Aztán igazából a csoportmeccsek után már minden meccs olyan hangulatú és nagyon kemény mérkőzés volt. Játszottunk ugye a brazilokkal, a lengyelekkel és a spanyolokkal. A brazilok és a lengyelek ellen tudtuk, hogy ha azt a két meccset megnyerjük, akkor már ott vagyunk a 8 között. Ez meg is történt, úgy álltunk hozzá a meccsekhez, hogy 100%-osan. Aztán jött a spanyol meccs, ugye, aminek az volt a célja, hogy a kulcsjátékosok, akik eddig többet játszottak, addig többet játszottak, kapjanak egy kis pihenőt, és a fiatalok, vagyis az újoncok, azok szerepelhessenek, és levegyék a terhet a kulcsjátékosok válla alól. És a spanyol meccs persze az nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de úgy mentünk fel pályára tényleg, hogy attól még egy jó csapat vagyunk, és meg akarjuk nyerni azt a meccset is. Aztán jöttek ugye a franciák a 8 között, és ott egy brutális játékot játszottak a fiúk, szóval le a kalappal mindenki előtt.
ott én nem léptem pályára, de egy élmény volt így a csapatnak a tagja lenni, úgyis, hogy a lelátóról szurkoltam, hiszen hatalmasat küzdöttek a végére, úgy érzem kicsit elfáradtak, de tényleg le a kalappal a fiúk előtt. Ugye említetted te is, most már tulajdonképpen többször, hogy a csapat összetartás lehet az egyik kulcsa ennek a kimagasló szereplésnek, hiszen az egész magyar sportág egyik legjobb eredményét értétek el ezzel az ötödik helyjel. Miután hazajöttetek, nagyon pozitív média visszhangot kapott a férfi csapat szereplése, sőt, tényleg szinte egy kisebb kézilabda láz jött létre. Ti ebből mennyit érzékeltetek? Úgy gondolom, hogy mindenki nézi akár a Facebookod, vagy az Instagramod, vagy más ilyen felületeket, és azért látja, hogy pozitívan jöttünk ki ebből a világbajnokságból, sőt, úgy gondolom, hogy nagyon jól, és sikerült kicsit még népszerűsítenünk a kézilabdát Magyarországon, és ez lenne igazából a cél szerintem. Persze amellett, hogy mi is élvezzük ezt, amit csinálunk, és tényleg ez egy hatalmas élmény volt szerintem mindenki számára, azt látni, hogy az embereknek örömet tudtunk okozni. És ahogy hazaértetek a VB-ről, a klub csapatodban szinte azonnal, jól emlékszem, jött egy óriási bravúr. Igen. Hála Isten, ez idén nem az első ilyen bravúrunk volt, szóval Szegeden tudtunk nyerni. Aztán Veszprém ellen tudtunk egy döntetlent játszani, ami azt gondolom, hogy kimagasló, és Csurgón ilyen még nem is volt talán. Sőt, biztos, hogy nem volt. És nagyon boldogok vagyunk, de viszont utána volt két olyan meccs, amire nem vagyunk büszkék. De hát ez is benne van a sportban, hogy egyszer fent, egyszer lent, és most az lesz a feladatunk, hogy ebből a gödörből, amiben benne vagyunk, most kimásszunk. Ezen vagyunk, és majd szombaton lesz egy Tatabánya mérkőzésünk, ahol megmutathatjuk, hogy nem véletlenek ezek a bravúrok, hanem tényleg tudunk úgy stabilan szerepelni. Meginterjú voltak téged is a Veszprém meccs után, és ott kiemelted, hogy az új edző mentalitása nagyon jót tesz a csapatnak. Ez a harapni, mindenáron győzelemre törekedő, győzni akaró mentalitás valóban ilyen pluszt ad a Csurgói csapatnak? Igen, úgy gondolom, hogy aki ismeri Toszkicsot, vagy látta Elem Toszkicsot régebben kézilabdázni, az tudja, hogy milyen. Szóval tényleg fanatikus neki minden a kézilabda, és amióta ő az edző, vagy amióta itt van Csurgón, ő ezeken a meccseken az összesen meg akarta nyerni. Ez eddig nem volt nagyon jellemző ránk, úgy voltunk nagy részt a csapatnak, hogy hát elmegyünk Veszprémbe, vagy Szegedre, akkor jó, játszunk egy próbáljunk szoros meccset játszani, ne kapjunk ki annyival, de amióta Toszkics van, úgy megyünk oda, hogy Veszprém valónk nincs, egy jó eredményt el tudunk érni, és még az is benne van, hogy jó játékkal nyerni is tudunk, és ő mindig ezt hangsúlyozza, hogyha mi azt csináljuk, amit tudunk, akkor tudunk ilyen eredményeket elérni. Ezen a már említett Csurgói interjún azt is elmondtad, hogy Bundesliga felé folytatnál a karrieredet, hogyha jönne ajánlat, hát jött. Igen, ezt már régóta hangoztatom, hogy a szívemhez ez áll a legközelebb a Bundesliga. Ez pont azért van, mert ott a Bundesligában nincs akkora különbség a csapatok között. Persze van pár csapat, ami kiemelkedik, de viszont a többi az mindig olyan mérkőzéseket tud játszani, ami éles és olyan magas színvonalú, ami azt gondolom, hogy mindenképpen fejlődési lehetőség minden egyes mérkőzés, és ezért áll a szívemhez így közel ez a Bundesliga. Jött ez az ajánlat, megmondom őszintén, az elején még hezitáltam, gondolkodtam, hiszen azért 23 év után itt hagyni mindent az elég nehéz, a családot, barátokat, mindent, de beszéltem az edzővel, felhívott, aki jövőre lesz az edző, és spanyol edző lesz, és teljesen meggyőzött, egy nagyon szimpatikus ember, elmondta, hogy tervez, mit tervez, azt a kézilabda szisztémát fogja alkalmazni, mind a válogatottban van, szóval ez is előnyömre válhat. Beszéltem több emberrel, és akár a Gulyás Istvánnal is azt mondta, hogy ennél jobb lehetőség akár nem is kell. És ez a spanyol vonal. Igen, és így döntöttem, emellett döntöttem, hogy úgy gondolom, hogy ebből fejlődni fog, vagy ettől fejlődni fog. A hezitálásod oka az teljes egészében a csurgói kötődés, vagy esetleg volt benned az, hogy befuthat-e mondjuk még egy ennél is jobb német ajánlat? Nem, ilyeneken nem gondolkodtam, hogy ennél jobb ajánlat, hiszen minden adott, úgy gondolom, a spanyol szisztéma is, a Bundesliga is, inkább a kötődés. Azért 23 éve tényleg itt voltam, megszoktam ezt az egész közeget,
ugye a csarnokot, mindent, szóval ez hiányozni fog egyértelműen. 2022-ben következik a hazai rendezésű EB, ha jól gondolom, ez is azért hatással volt a döntésedre. Igen, sokat gondolkodtam ezen is, hogy mi lenne a jó döntés a jövő évi EB-vel kapcsolatban, hiszen azért ez a Csurgó egy stabil pont volt, hiszen rengeteget játszottam, figyeltek Magyarországon, innen talán úgymond most könnyebben is be tudtam volna kerülni a válogatottba. A német bajnokságban viszont lehet, hogy az első évem lesz, ugye nem úgy fognak elsülni a dolgok, ahogy eltervezem, mondjuk az elején nem annyi játék lehetőség, nem úgy fog teljesíteni. Azért is aggódtam, hogy emiatt nem leszek olyan formában a válogatottban sem, de minden áron próbálok majd úgy teljesíteni, mint itt Csurgón, és úgy gondolom, hogy ott is figyelni fognak ugyanúgy, és sikerülni fog onnan is bekerülni a válogatottba. És hát a szereplés egyik alapja lehet tényleg az edzővel lefolytatott egyeztetés, hogy már most kiemelten számít rá ezek szerint. Igen, ez egy nagyon jó érzés volt, és ez egy pozitív töltet, hogy úgy megyek oda, hogy az edző akart, és mondjuk nem a vezetőség. Én úgy tudom, hogy mindkettő beszélt, vagy egyeztettek egymással, hogy ők szeretnének engem, de ez tényleg egy külön nagy öröm számomra, hogy az edző keresett meg, és ő mondta, hogy mindenképpen számít rám a jövőben. Hamarosan lejár a műsoridőnk, de azt azért még mindenképp megkérdezném, hogy esetleg plusz nyomás lehet-e az, hogy klubrekordot jelentő összegért vásárolt meg a Stuttgart? Hathat-e ez pozitívan, negatívan? Mert azért azt a nézőknek mindenképpen mondjuk el, hogy magyar játékosért nem mostanában fizettek ekkora összeget. Én azt gondolom, hogy inkább a fiataloknak lehet ez egy jó példa, úgy mondom, hiszen innen Csurgóból egyre több játékos kerül el komolyabb szintű csapatokba. Ezúton is szeretném megköszönni tényleg a Csurgónak, a vezetőségnek, akik segítettek ebbe, külön kiemelném Varga Jánost is, aki tényleg egy nagyon jó ember, és mindig betartja a szavát, hiszen ügyegyeztünk meg vele is, hogyha lesz egy olyan ajánlatom, hiába van szerződésem, de lesz egy olyan ajánlatom, ami rábólint, és azt gondolja, hogy előrelépés, akkor el fog engedni, mert neki is az a célja, hogy minél feljebb lépjenek a játékosai. Erre szokta azt mondani, hogy egy család vagyunk, szóval olyan, mint Estek a cím. Egy család igen, vagyunk, igen. Igen, erre szokta ezt mondani, és el is mondta most az öltözőben, mikor ő bejött, hogy ez olyan, mint amikor a szülő elengedi a gyerekét egyetemre, hogy feljebb léphessen. Szóval ez egy jó példa lehet tényleg a fiataloknak, hogy innen Csurgóról el lehet kerülni komolyabb csapatokba. Azt hiszem, a csurgói vezetés korrektségre mindenképp jó példa lehet, hogy ugye BL csapat az Zágrábhoz igazolt ki nemrég a csapattársát, tehát ezek mind pozitív igen. mutatók. Záró kérdésként, ha mondjuk egy év múlva ugyanitt beszélgetünk, akkor már túl leszel tulajdonképpen több mint egy fél szezon a Bundesligában. Mivel lennél elégedett? Mindenképpen azzal, hogy egy stabil tagja legyek ennek a csapatnak, és hogy a legfontosabb, hogy tudjam őket segíteni, hiszen ezért megyek, hogy segítsem őket, és hogy minél többet tudjak játszani és fejlődni. Egyértelműen ez a célom. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert a Csurgóban még, ami hátra van a Stuttgartban a szerepléshez, és nyilván a válogatottban, meg aztán pláne tovább is sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm, én is köszönöm a meghívást. Ennyi volt már a Szertár Plusz. Két hét múlva várjuk ismét Önöket. És ne felejtsék, mostantól különösen érdemes lesz a YouTube-on is ránk keresni. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!